Na, végül hazaértünk. Csá, Gori. Hello! Hazaértünk a Debreceni plétre. Kulcs nálad van? Mindegy. Az meg, nyitva. Mindig nyitva vagyok. Ja? Oké. Szóval a srácok, megérkeztünk Debreceni plétre, hatalmas volt, de most, mivel itthon vagyunk már, ezért valószínűleg indul is a live-unk. Átnyúlva megtartozni. Nem volt olyan túlcipők. Mi a franc? Szóval lájózunk Gorival. Valami gyorsan, aki képet tudod, hogy ahogy hívják. Követők is tudják. Instára. Pontosan. Bárt is már fel van emelve. Aggódik a csávon. Na nézzük akkor a lájót, ott találkozunk most este. Minecraft stream. Na, akkor beindítom a gépemet. Oké, és én is. Nézzük, mennyien néznek. Nem is senki egy pazzérzős. Akkor jó. Okés. Reméljük azért stream végre, mert lesz 10 néző, mert ez tényleg egy durva stream. Na, itt vagyunk már a live-ban, viszont még nincsen widescreenünk, úgyhogy gyorsan össze is rakjuk ezt. Kérlek, Gori, rak nekünk fel. Már is. Úgy van, kicsit még szólok, hogy így húz ki jobban. Nem, úgyhogy én is. Basszus, ez rohadtul kicsi. Jó, hát fordítsd el. Ó, tényleg. Oké, szerintem be... Ó, tökéletes. Jó. Annyi, hogy emelt ki a hajamtól. Oké, basszus lehetettem. Úgy. Így jó? Igen, de akkor te legyél benne, mert akkor... Jaj, várj, maradj csak! Végül is jó, mert neked is szerepelni kell. Várj, akkor hogyan vagyunk? De már neked itt kéne ülni, nem? Jó. Ez így jó lesz. És akkor ezt úgy... így... Várj, megoldjuk. Várj, ah, ez így jó lett. Nézzük le! Bátyusok! Bátyus már felemelte, átvideges. Akkor kezdjük is el szerintem a streamet, ugye? Igen, szerintem is. Itt vagyunk rengetegen, már egyen vagytok, egész jó arány. Na, kezdjük akkor a live-ot, jó? Oké, és rendben. Na vágom, de hol vagy te? Én valami fát vágok jelen pillanatban. Én is, én már régóta fát vagyok, csak nem vettem fel az elejét. Jó, oké. Írtak valami jót? Vagy csak kurva anyáznak? Aha, kurva anyáznak. Igen. Szokásos Minecraft streamek. Négyen? Aha, jól látom. Négyen. Oké, jó. Köszönjük szépen, ez négy ember. Öt nézőnél debelünk. 100% hogy debelünk öt nézőnél. Felyakozott rám Hacker B1. Komolyan? Igen. Lol, hát ez egyébként elég hír, de nem az a cancer videós, aki mindenkinek beszól? De azt hiszem az. Akkor inkább a kurva anyádat nekem. Igen. Ojjaj. Mi van? Zsuzsi atya donétett 700.000 forintot! Mi? Zsuzsi atya! Mennyit? 700.000 forintot! Mi a fasz? Megforítós! Basztorat, srácok, mekkorák vagytok, te jó isten! Debelj! Na! Akkor én szerintem leállítom a streamet és folytasd te! Oké, és rendben! Na, köszi szépen gyerekek a figyelmet, Kovák! Legközelebb találkozunk, most pedig nézzük, hogy milyen Göri streamje. Csapassuk! Na, hello gorillák, mindenki! Hú, kicsit ideges, ez fogalom, na minden... Hú, gyerekek, azt a rohadt életbe! Ez az kurva izgalmas, kicsit nehéz touchpaddal játszani! Mennyien vagyunk? 50.000! 50.000, gyerekek! 60.000! 60.000! 60.000! 70.000! 70.000! 70.000 megvan! Mi, várjál! Kicsit alakítom az elében, most éppen a 60.000 subscriber zene megy, úristen, várjál! Oké, mi? Fekete a kép a streamedbe, hallod? Mi? Na, megnézem. Mi a fasz? Mi van? Nem fekete? Nem fekete a kép? Nem is kezdted el még streamelni. Mi? Mit videózol? Mi a fasz? Nincs egy csatornánk. Mi? Na sziasztok, ez itt újra a VRTech, itt vagyok Jánossal, és ma az iGlass standard fóliát fogjuk megmutatni, ami már Jánosnak az iPhone-ján fel is van helyezve. Szóval erről a fóliáról azt kell tudni, hogy ez karc és üzésálló. Igen. Nagyon precízen lehet látni a felhelyezés után is a képernyőt. Igen. Szóval ez azt jelenti, hogy a felhelyezés után is HD minőségben látjuk a képernyőt. Hát én rosszul tettem föl, de egyébként igen, könnyű felhelyezni és jól is néz ki. Egyébként tökéletes átlátszóságot biztosít. Azt tudod milyen? Mint mikor a férfiakat látod pucéran.
Jani! Most mit mondtam? Jani! Nem mondtam semmi rosszat. Hagyj már abba! Micsodát! Puziskodsz! Nagyobb taszító felülettel is rendelkezik ez az iGlass Premium üvegfólia. Igen, persze természetesen. Igen, és most pedig... Már ez alapvető ugye egyébként az üvegfóliáknál. Egyébként most megnézzük, hogy milyen belülről. Ez a lap fogad minket, amikor mi megfogjuk ezt a dobozt. A dobozt? Pisti, ez már csak a borítása. De hogyha fenn van. Hát minek van fenn? Miután ezzel találkozunk szemben, gyönyörűen látszik... Ki? A YouTube komment jött. Ki ír, bozd? YouTube komment. Ki mit írnak? Azt, hogy buzik vagyunk. Aztán mi szemben, baszta, nem lehet videózni normálisan. Próbáljuk felvenni, már két óra lesz a kurva videó! Szóval... Ugye tudod, hogy ebben nincs benne semmi. Igen, mert már felhelyeztük az iPhone-ra, de ezt nem szabad kimondani videóban. Megmutatjuk, hogy rajta áll. Rajta áll? Rá van felnézve. Folytasd. Elszorom, baszta. Nem lehet fel a videót, kurva élem! Most ugye egy ilyen kis dobozzal találkozunk eleinte. Ezt kinyitva láthatunk egy ilyet, amiben benne van az üvegfólia, alkohol és egy kis whisky is. Alapvetően, mikor felraktuk a telefonra, utána észre lehet venni, hogy ez például a tisztult, csak ugye én elbasztam a felhelyezést, mert... Jani vagyok, brief man! És ennek köszönhetően azt veszik észre, ez egyébként csak a kamu telefonunk, mert ugye iPhone pluszom, de azt nem akarom bemutatni, mert túl gazdagnak tűnik. Itt oldalt így, hogyha ránéztek, akkor észre lehet venni, hogy olyan szép, hogy belehalok. Szép a kialakítás ennek az üvegfóliának, és tényleg ujjlenyomatmentes. Tehát, hogyha rányomom az ujjamat, akkor nem mentesül afelől, hogy eltűnjön. Tényleg karcálló, mert múltkor Pistinek a körömleszelőjével végigmentem. Rami! Most mi van? Nem lehet fel videózni, bassz meg! Most miért? Vegyünk fel inkább egy gameplay, bassz meg, mert abban kurva nem tudsz beleszólni annyit, mint ebbe. Hát te mondtad, hogy én mutassam be. Jani! Azt mondja, hogy törésálló, és ez azt jelenti, hogy tényleg kivír mindent. Egyszer lejtettem az a nyílaki hatalunkból, és nem lett semmi baja. A fúrjának legalábbis. Mi a baj, Pisti? Egy kurva videót nem lehet fölvenni! Na most veszik a videót. Hát ezt nem hiszem el! Könnyű lehet fölhelyezni, de ezt már ugye mondtam. Nos, hát ugye elmondtam... A mi? Kurva életbe! Pisti, jól vagy? Basz meg, itt hagytuk az észerrel topod a földön! Az a lézer, az észer az a másik. Jani! Nem tök mindegy, baszik, elestem! De rohadt drága. Hát tudod mennyi pénzük van, bármikor vettek egy új lábat. Jani! Kurvára fáj! Hát pedig jött a Prius szab, azok nem sírnál ennyire. János! Mi a fasz? Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok. Ha szeretnétek ehhez hasonló tartalmat látni a csatornánkon, akkor ezt írjátok meg kommentben. Mindegy. Sziasztok! Tudod mi vagy te? Egy mesztelen csiga. Mi az, hogy mesztelen csiga, geci? Hát úgy nézek, mint egy mesztelen csiga. Mi a fasz, basz meg? Mi? Hát, tudod, nincs a durva, akkor te vagy a mesztelen csiga. Hát, elegem van nálad, akkor a felvétel. Közben Pisti már borotválkozik. Azt mondom, Denis. Basz meg! Ez neked pegge? Na nem nyit bírok kinyitni a szemeimet, geci! Faszom, ne röhögjél! Mi miatt te akarsz, hogy borotválkozós videót rakjunk föl? Persze! Faszom, ki van bár? Kell a nézettség. Hát, nem látok semmit, Jani, kapcsolódj a kamerát! Jani, baszd meg! Vagy a kamerát is szeretnéd? A kamerát, baszd meg! Jó! Jani! Megyek a Priusomban! Jani, geci! Na hello mindenki, ismét a videó végén. Itt le szeretnénk szögezni azt, hogy egyéb okok folytán a komment részekben, aki esetleg leírja, hogy szarok vagyunk, irigyek vagyunk, és hogy mindenki csak kritizálni tudunk. Nekik mondanánk azt. Az, hogy nem néztétek végig a videót. Melyiket? Ezt a videót, mert most elmondjuk a végén azt, hogy igazából ez... Egy akkora paródia, mint az előző. Nem a Pink Horizon-os videó, hanem az előtti videó. Ez az egyik, a másik pedig az. A VR a példaképünk. És ezt viccen kívül mondjuk. Tehát én tényleg akárhányszor megkérdeztek tőlem live-ban, vagy valahol, vagy RP-tól is, mert ugyanaz általában akiket nézünk. Ki a kedvencünk a magyar YouTube-on? Sem PewDiePie-t mondjuk nyilván, hanem a VR-t, mert én mindig is. Tehát én minden nap VR-t nézek szinte, amikor van új videó, megnézem, streamjükön ott vagyok. Követem őket ezzelre, nagyon szeretjük őket, szóval ez csak egy parodia volt, és reméljük, hogy tetszett a srácoknak is, hogy esetleg megnézik. Teljes mértékben imádjuk őket, csak poénkodtunk, ahogy azt lehet csinálni. Ha esetleg még titeket érdekel pár paródiánk,
pontosan 3 darab, akkor az I betűre kattintva, vagy ott, valami sarokba, meséljetek nézni ezt a 3-at. És reméljük, hogy tetszett ez a videó. Igen. Már akinek. Ha meg csak annyit kapunk kommentbe, hogy kurva anyákat, meg halljuknak, meg ilyenek, az sajnos azzal jár, hogy néha vannak kis gyerekek, akik jönnek és igazolginak. Egyébként csak mondanám még azt, hogy nagyon lezárul a pinkulizom témáról, hogy megbeszéltük Balázsra az ügyet. Valószínűleg hétfőn vagy kedden kerül a videó arról, hogy mi ezt megbeszéltük, én bocsánatot kértem tőle. De hogyha nem hiszitek el, meg megnézitek a videót, de attól függetlenül nyugodtan lehet jönni, és a kurva anyáknak halljuk meg. Remélem meghalunk. Na mindegy, köszönjük szépen még egyszer, hogy megnéztétek ezt a videót, ha szeretnétek többet látni tőlünk, akkor nyomjunk egy lájkot, vagy pedig kommenteljetek a videó alatt. Hát szarul. És itt van a felelkövet, ott. Vagy lehet, hogy pont alattam el. Nagyon buzis, hogy ezt csinálod? Elég. Mindegy. Ja, tudod, mi a neve mostantól? Dráma király B1.